Üdvözlök mindenkit! Ez itt a Gaming Card és a mai videóban ismét perifériákról, csak perifériákról lesz szó. Fel is vettem a jó kis Sponzi nagyon király, de tényleg amúgy jó cuccokról van szó. Úgyhogy ezekről beszéljünk egy picit, lesz itt egy nagyon nagy egérpad, tényleg szó szerint nagy, óriási, majdnem egy méter hosszúságú egérpad, egészen kényelmes, illetve súlycsökkentett egér. Úgy érzem, hogy egérpad egér ez, ez összetartozik, úgyhogy egybe nyomattam is róla egy kis tesztet nektek. Előtte nézzük meg a kibontást. A kettő illeszkedik egymáshoz, az egyik egy egér, a másik pedig egy óriási nagy gaming egérpad. Egészen elképesztő méreteken rendelkezik, 800 350 es ez azért elég brutális, és ki lehet teríteni a billentyűzetet alá is, azért ilyen nagy, sőt, még egy kulacs, egy pohár is odafér, nem az asztal cseszed össze, és természetesen gérpadként is funkcionál, hiszen ott van még hely az egerednek is. Nagyon szeretem az ilyen nagyokat, most is egy ilyet használok, hát az már egy ideje meg van kicsit elkapott, meg minden, úgyhogy ez tökéletes lesz majd cserének. Meg tudta pizni, nagyon menő egyébként, hogyha boltba ki van helyezve, akkor meg tudod fogni. Itt látszik, hogy fehér a varrása, a pereme. Nagyon-nagyon dizájnosnak tűnik, és elvileg lesz rajta valamilyen logó is. Mindjárt meg fogjuk nézni egyébként. Hozzá tartozik, gondoltam, akkor vegyük egybe. Az Egeret, a Tristan Egeret. Aminek a doboza ezekkel az új white megoldások megoldásokkal egészen minőségi, nagyon jók az új doboz dizájnok. Korábban nem ilyen volt, úgyhogy szerintem ez egy óriási előrelépés. Itt képek maga az egérről, mágnesesen ki tud nyitni ezt is, boltba, ha találkozol vele. Itt van maga az egér, ezt is meg tudod nézni, ott a vágycsárk logó rajta, egészen ha néz ki. Összes gomb tehát vannak oldalt ilyen gyors gombok, előre-vissza, stb. mutatja és DP állító, és ami még poénabb, hogy itt van egy kivágás. Hát az egész arról szól, hogy meg tud fogni az egeret, még mielőtt kibontanád, megvásárolnád, hogy neked tetszik-e egy átlagos csukló méret, az ez hát picit fennakad, de semmi vészt, be lehet tenni, és akkor meg tudod nézni. Sőt, hangot is tudsz rajta tesztelni. Úgyhogy én azt mondom, hogy nézzük meg, terítsük ki először ezt a nagy egérpadot. Elég brutális. Nagyon monumentális, ahogy így kinéz, főleg mérete alapján. Itt bevágjuk ezt a kis fóliát, és akkor már hozzá is jutunk. Nekem egy ilyen kínai vacak van egyébként. Én szerintem ez sokkal jobb minőségű lesz, mint amit én ebay rendeltem. Úgyhogy valószínűleg ez is egy ilyen óriási előrelépés. Ú, ott a Vajcsák logója. Az figyeld mekkora. Hát ez bele se fér a kameraszögbe. Nagyon durva. Ott a cápa. Hát ez várja, ide húzom már. Ez óriási. Itt a cápa. Hihetetlen, ez is nagyon jól meg van csinálva. De hogy önmagába brutál durván néz ki az egész. Óriási nagy felületet kapunk. Hát ezt itt is hagyom akkor. Alul, fölül, ott is. Ott is kitölti a kamera képét. Elég durva. Nézzük az egeret. Egérpadnak ugye egyéb funkcionális dolga nincsen. Aha, hátul lehet megnézni. Tehát majd, amiközben használom, akkor derül ki, hogy mégis milyen. De majd természetesen a bontás után lesz majd ilyen egy-két hetes használat utáni teszt jellegű kis beszámoló. Hogy és akkor így ki tudjátok húzni. Aha, szövetkábel, nagyon jó. Nagyon jó, ezért imádkoztam, hogy ez ne legyen elsporolva, nem is lett. Matricák, white matrica, danger. <laughs> nagyon menő. Kis leírás, garancia papír. Ezeket vissza is helyezem. Nézzük magát a terméket. Oldalt van az optika, tehát nem középen. Új, de könnyű. Ezeknek a juggatott ilyen, hát egy buborék mintás egereknek egyértelműen az a lényeg, hogy kevesebb anyag, tehát nagyon-nagyon könnyű az egér or nehéz, de ha lejelzett, ez igazából teljesen mindegy. Csatlakozója kicsit bumszli, de vékonyka, úgyhogy szerintem nem lesz vele probléma. Elég jó hangja van. Ú, de markáns oldalt. Kábel jó, hosszú, légiesen könnyed. Én azt mondom, hogy menjünk be, Eltöltök egy kicsit időt ezekkel a termékekkel, megnézzük utána, hogy milyen minőségűek, milyen volt őket használni. És akkor láthatátok, hogy ez is az új szokásos fehér dobozt kapta, kinyithatós doboz az egérnél, patika, az egérpadot meg lehet simizni, még kibontás előtt a boltból, hogy ezek jó dolgok. De most már itt vannak, használtam már az első headset felhallgató tesztnél, már akkor beépítettem ezeket a setába, tehát több mint egy hónapot használtam. És az egérpad nagyon-nagyon tetszik. Korábban én egy ilyen ébélyes vacak egérpadot használtam, tényleg kritikán a Luli minősége volt, és hát nagyon-nagyon hamar elkezdett bolyhosodni, itt a széle felszakadt, a varrás, minden baja volt. Annyi pozitívumon volt, hogy világított, ez tartott nagyjából egy hónapig, utána az egyik lett kialudt, vagy nem tudom, mi baja lett, úgyhogy nem tudtam vele mit csinálni. Ilyen szempontból viszont nagyon örülök, hogy visszatértem a kábelmentes, sima, nem világítós óriási nagy egérpadhoz, tehát ez még a korábbinál is nagyobb. És ha én ezt tudtam volna, hogy ilyen áron lehet kapni egy egérpadot, bele sem megyek ilyen külföldi rendelésekbe, meg megvámolásokba, meg mit tudom én mibe, hiszen 5000 forint alatt is hozzá tudtak jutni ez az egérpadhoz. Minden ott lesz majd a videó leírásában, hogyha meg szeretnétek nézni a termékeket nem elég, hogy a billentyűzet tökéletesen elférre, még a kontroller is itt van, az üdítő, a fejhallgató, tehát hogyha nem akarod, hogy itt a asztalon csattanjanak a dolgok, hanem puhán szépen lehelyezed, ücsi nem cseszi össze ugye az asztalt, mindent, tehát tök nagyon-nagyon rendben van. Úgyhogy nincs benne elektronika, ezáltal lehet mosogatni is, hogyha véletlenül leöntenéd valamivel. Az előző világítósom az volt a bajom, hogy volt benne elektronika, úgyhogy ez annyira nem volt királyán szempontból. Óriási tér van rajta, az egérnél is. És akkor térjünk át egy picit az egérre. Ott már azért nem voltam ennyire felhétlenül elégedett, bár az se rossz. A koncepció ugye ebbe az egér esetében, egyébként itt van, tehát most is ezt használom, tehát azért ez be van kötve. Tehát a koncepció az az, hogy súlycsökkentett, itt közben megy mögöttem ilyen a gépen ilyen reklám cucc, és, és, ott is ott van egyébként, hogy ahogy az egér az bizony súlycsökkentett a változatokban is elérhető, most már egyre több gyártónál, így a váltságnál is, és nagyon király tud lenni, mert tényleg nagyon-nagyon könnyű mozgatni, tehát azon tudod rángatni, a kábelt jól elhelyezed, ilyen banki segítségével, ami tartja a kábelt, és utána már össze-vissza rángathatod, hihetetlenül könnyű, és az FPS játékokban bizonyt előny jelenthet, legalábbis szerintem én úgy érzem, hogy ha nem egy ilyen dög nehéz egeret csúsztatsz össze-vissza, hanem egy ilyen könnyebbet, akár emelésekkel is, ugye lehet ö, változtatni a pozícióját, tehát ilyen szempontból jó. Ami viszont a profi felhasználást, és illetve így a munkát is nálam kizárta, nem tudtam ezt használni, az sajnos, hogy nincsen hozzá egy, egy jó szoftver, amivel a DPI ö, beállításokat testre lehet szabni. Lehet változtatni a DPI-t, csak nem lehet testre szabni, hogy ö, hánynál, mennyire érzékeljen, milyen sebességre csökkenjen le egyes egy kombinációkban, nincsen ilyen sniper üzemmód, ugye csomó az elérhető, hogy a lehető leglassabbra beállítja egyetlen másodpercig vagy kettőig, amíg neked szükséges. Ilyen sajnos itt nincsen, ezt sajnáltam azért, mert, már amúgy egy jó eger lenne. És ö, emiatt sajnos ilyen photoshopos, meg egyéb munkákra is nem tudtam normálisan használni, mert nekem nem, nem találtam meg azt a DPI-t, azt a, azt a pontos ö, értéket, ahogy én szépen kitom vágni a karaktereket, meg mindent, amit akarok. Ugye? Már is szoktam ilyen kis munkákat is, photoshopos munkákat is elvállalni, magájellegre a mindhárom csatornámra, az index képeket, Photoshopba csinálom, és, és tök király, amikor egy pontos, jó egérrel tudod ezt megcsinálni. Hát 30.000-40.000 forint alatt én ilyet nem találtam, ami, ami nekem tökéletes, úgyhogy egyértelmű, egyértelmű srácok, az, az én uh, elvárásaim vannak az egekbe. Ez, ez tök egyértelmű, hogy, hogy nekem hozzászoktam a jóhoz. Nincs mit tenni, vagy én nem tudom. De gamingre egyébként ott hibátlan. Tehát ott, ott még tetszik is ez a súlycsökkentett verzió, ott nem is annyira számít, hogy most a, a pixeleknél hogyan megy az egér, milyen tempóval ott a... Általában játékokban is tök jó testre lehet szabni ezeket a dolgokat, úgyhogy... Az egérnek a holterét, meg minden ilyesmit, úgyhogy ott igazából nem probléma. Én játékhoz ajánlanám, itt komolyabb hát e-sport szinthez már nem. Tehát ott, ott, már nem, ahol minden számít, tényleg pénzdíjas versenyeken, vagy nagyon komolyan rangadókon, mit tudom én, ott, hát ott, ott, már azért szerintem ez kevés lehet. A világítása nagyon tetszik, ez tök jó, ez a mély sejt mintázat. Ez mondom, ez barom jó, tehát nagyon-nagyon jól néz ki, tök jó a LED, tök jó az egésznek, hogy szövet a kábele, tehát hogy, hogy kvalitire is van benne minőség. Nekem mégis ez, ez már nagyon-nagyon a belépő szint. Legtöbb helyen már ilyen 6-7 ezer forint körül meg lehet venni, tehát tényleg egy nagyon-nagyon olcsó van szó. Tehát, srácok, ez lett volna a, a periféria teszt. Leteszteltem az összes cuccot, ami most nálam volt. Lehet, hogy szervezünk valamilyen reményjátékot majd nektek. Kitaláljuk még. Mindenképpen jelezétek kommentben, hogy szeretnétek ilyet, mert akkor a cég is látja, ugye, akik biztosítják a cuccot. Úgyhogy remélem, hogy tetszettek ezek a perifériák. Nekem bejöttek a nagy része nagyon király és, és alapszintű gamingre. Full tökéletes. Már árban is, hogy könnyen megvásárolható, könnyen hozzáférhető, illetve használatra is. A, a legdurvább, legjobb minőségű nekem a billentyűzet volt. Az nagyon-nagyon tetszett, meg az ocelot fejhallgató is, meg az egérpad is, a többi megmehet gémelésre. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, legközelebb találkozunk, addig is jók legyetek, sziasztok!